A mai napon délelőtt ülésezett az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága, és lefolytatta az alaptörvény 7. módosításának részletes vitáját. Ennek apropóján szeretném Önöket tájékoztatni az álláspontunkról. Az alaptörvény módosítását, a 7. módosítást nemzeti ügyként kezeljük, nemzeti ügynek tekintjük. Ennek megfelelően teljes nyitottságot mutatott a kormány és a kormánypártok a jobbító, előrevívő módosító indítványok irányába. Most az a két módosító javaslat, amelyet ma az Igazságügyi Bizottság kormánypárti többsége elutasított, mind a két módosító indítvány a Jobbik részéről érkezett. Mi alapvetően úgy értékeljük, hogy ez csak ürügyül szolgál a Jobbiknak, hogy elutasíthassa az alaptörvény 7. módosítását. Ez a két módosító indítvány, hát mondhatnám, hogy technikai részletkérdésekre irányul, legalábbis az első mindenképpen. A módosítás lényege az volt, hogy milyen többségű törvényben határozza meg a letelepedés feltételeit az országgyűlés. A Jobbik alkotmányozó többséghez kötné ezt a törvényt, ami nyilván értelmetlen, mind jogi szempontból, mind politikai szempontból, hiszen ha az alaptörvény módosításához is megvan egy pártnak vagy egy pártszövetségnek a többsége, akkor értelmetlen ilyen garanciát követelni, hogy alkotmányozó többség kelljen egy törvény módosításhoz. A kormánypártok úgy gondolják, hogy pontosan elég garancia az, hogy az alaptörvényben kerülne rögzítésre, hogy idegen népesség Magyarország területére nem telepíthető be, illetve hogy mindenki, minden olyan idegen állampolgár, aki alatt nem értjük a Európai Gazdasági Térség állampolgárait, tehát minden idegen állampolgár a saját kérelme alapján egyedi elbírálásban részesül. Mondhatnánk, hogy ez evidencia, de amikor az alaptörvény ezt rögzíti, akkor nem csak az idegen állampolgároknak a jogát írja elő, vagy a jogát tartja tiszteletben az alaptörvény, hanem a szuverenitásunk egy részeként rögzíti, hogy más állam vagy más szervezet, legyen az Európai Unió, nem írhat elő kötelező betelepítést Magyarországra. Tehát egy olyan klauzula ez, amihez a Jobbik egy módosító javaslatot nyújtott be, egy olyan klauzula, amely már önmagában is kellő garancia arra nézve, hogy idegen állampolgárokat a magyar országgyűlés akarata nélkül ne lehessen betelepíteni. A másik javaslat, Önök előtt is bizonyára ismert, ez a bizonyos letelepedési kötvények ügye. A Jobbik javaslata mindenféle jogcímen megtiltaná a letelepedést. Ezzel kapcsolatban szeretném leszögezni, hogy magával az elvvel egyetértünk, azt azonban nem fogadjuk el, hogy a Jobbik zsarolja a kormánypártokat, vagy a kormányt, és az alaptörvény módosítását, amelyet egy nemzeti ügynek tekintünk, és a több mint 3.300.000 választópolgár akaratából vezetjük le, ezt az alaptörvény módosítást egy gazdasági kérdéssel kössék össze. Egyébként tegnap a frakciónk vezetője nyilatkozott arról, hogy várhatóan novemberben tárgyalhatja a kormány addigra kialakuló javaslatát. A tudomásom szerint ez a mai napig is egyeztetés alatt áll, mármint az, hogy gazdasági szempontból megvizsgálják a letelepedési kötvények ügyét. Tehát hangsúlyozom, hogy mi ezt ürügynek tekintjük, mind a két javaslatot ürügynek tekintjük, ami csak arra jó, hogy a Jobbik elutasíthassa az alaptörvény módosítást. Még arra akarom Önöket tájékoztatni, hogy az alaptörvény 7. módosítása szükségszerűen az országgyűlés elé fog kerülni. Ennek az időpontját még most nem tudjuk megmondani. A november 8-ai időpontot tervezi a frakció és az országgyűlés, hiszen az országgyűlésnek terveznie kell alaptörvény módosítás további lépéseit. Azonban, hogyha a politikai egyeztetések még oda vezetnének, hogy módosításokra van szükség, amelyek hangsúlyozom, hogy inkább jobbítják, javítják a szöveget, az alaptörvény módosítás szövegét, akkor
elképzelhető, hogy csúszik ez a módosítás. De mondom, erről még nem született döntés, ez pusztán a politikai tárgyalások eredménye lehet.